Exerteljük, és akkor megyünk minden, és akkor meg is van, ha jól számolom. Így van, ugye ő nem fog tudni blokkolni, és így akkor nyertünk is. Sziasztok! Ma meg fogjuk nézni a piros-zöld agrómat, amit én Galliára raktam össze, ugye Gallia of the Endless Dance, egy pirosért és egy zöldért, egy 2x2-es hésztes lény, ami azt tudja, hogy other satyrs you control, get +1/+1, then have haste. Tehát a többi satyromnak adna 1x1-et és hésztet. Spoiler, nem nagyon játszok satyrral, nem ez a lényege. Második képessége. Whenever you attack with three or more creatures, you may discard a card at random. If you do, draw two cards. Tehát amikor három vagy több lény támad, akkor discardolhatok egy kártyát a kezemből random, és cserébe húzhatok kettőt. Ez egy olyan képesség egy agróba, ami szerintem még azt a kockázatot is megéri, hogy random kell dobni. És hogyha agróról van szó, hát akkor mivel is játszanák, mint rengeteg lényel. Ugye itt ez az első két oszlop, ez lény. Itt láthatjátok, hogy mikkel játszok. Aki kiszúrta, a Ranger Class-t azért tettem lényhez, mert a második körben ugyanúgy egy 2-2-es Wolfot tud letenni. És játszok egy-két új lappal, most azokat keresem. Így van, ugye ez a Venerated Rot Priest. Egyért 1x2-es Toxic 1, ugye a Toxic ez az új infect képesség lényegében. Ugye ez annyit csinál, hogy nem poison counterek kialakítja a támadását, hanem sebződik is az ellenfél, és mellé kap egy poison countert, ugye annyit, pontosabban nem egyet, hanem annyit, amennyi a toxikja az adott lénynek. De ennek az a képesség is van, hogy whenever a creature you control becomes the target of a spell, target opponent gets a poison counter, tehát hogyha egy lényem, mert egy spellel targetelik, akkor az ellenfél kap egy poison countert. Nem játszok nagyon toxikos lényekkel, ezt az egyet gondoltam, hogy kipróbálom, mert én is ugye tudom célozni a lényeimet pár varázslattal. Igen, más itt nincsen. Ugye itt a második oszlop, főleg próbáltam a hésztes lényeket, ugye a Burning Tree Emissary visszaadja az árát, jöhet még valami. Ugye a Hajar 2-3x3 teljesen jó. És ami még itt van és új, az azt hiszem, hogy igen, ez a Migloz, a Maze Crusher, ő azt tudja, hogy 3-4x4, ugye főleg ezért is van bent a deckbe. 5 olajkanterrel jön le a pályára, és akkor egy manáért lehet róla removalni egy olajkantert, akkor kap Vigilance-t és Menace-t kap a kör végéig, kettőért két oil countert, akkor 2-2-t kap, 3-é meg 3-at, és akkor Destroy Target Artifact or Enchantment. Nem olyan rossz, gondoltam, ezt is kipróbálom. Van pár lövés, főleg olyanok, amik any targetbe, ugye, hogy az ellenfelet is, még hogyha már csak pár életpont hiányzik, akkor könnyen le tudjuk lőni. Ezek a lény erősítések, mondjuk a Scale Up, Colossal Growth, Domri, ugye minden lényemnek ad 1x0-et, és van ez a Sword of Forge and Frontier, ami 2-2-t ad, és protection-t a Red and Green ellen, de nem is ez az erőssége, hanem hogyha sebzést okoz az a lény, aki ugye ezt a kardot forgatja, akkor exile-olhatom a felső két lapomat a library-ből, amiket ugye kijátszhatok a kör végéig, és egy földdel többet rakhatok ki, tehát ad lapot is, tudok vele rampolni, és gondoltam, kipróbálom, ez is ugye itt a Phyrexiából van. Van két fájtoltatás, leszedés, igazából szerintem ezek a legjobbak, meg a Domrit csak, hogy ugye a két szín kombójából beférjem. És vannak ilyen egyéb lapok, amiket gondoltam, hogy berakok, ugye a Rhythm of the Wild az nagyon jó kontroll ellen, hogyha lejön, akkor nem lehet onnantól counterelni a lényeimet. És rájöttjük van. Ugye a rájött az az a képesség, hogy amikor enterel a battlefieldre a lény, amelyiknek rájött képessége van, akkor választhatunk, hogy hésztet kap, vagy egy 1x1-es countert. Ugye agróba jó lehet mind a kettő.
és ugye játszok azért Planeswalkerrel is, befér a Chandra a pluszmana miatt, Arlin szintén pluszmana vagy a lények miatt, és kipróbálom Luca Bound to Ruin-t is. Ő egy completed Planeswalker, tehát hogyha ugye mana helyett életből rakom ki, akkor kettővel kevesebb loyalty counterrel jön játékba. Amúgy ugye ez egy 5 manás Planeswalker, akit megfertőztek a Phyrexiaiak, plusz egyre tud adni 2 manát, amit csak lényre lehet költeni, mínusz egyre tud csinálni egy 3x3-as Phyrexian Beast-et Toxic 1-jel, mínusz 4-ért pedig tud lőni X-et, bárhogyan szétosztva, ahol X a legnagyobb power a lényeim között. Tehát szerintem nem olyan rossz, úgyhogy kipróbáljuk a mai napon. A földeknél nagy meglepetés nincsen, ugye ami egyedül bekerült, az a Copperline Gorge, ami ugye most jött ki a Phyrexiával, de főleg a fixen állva jövő földekkel operálok. Miután megismertük a decket, nézzük is meg, hogy mire képes éles környezetben. Első ellenfelünk Giada, Font of Hope, ugye ő a 2 manás angyal, aki ugye 2x2-es Flying Vigilance, és each other ranger you control enters the battlefield with an additional +1/+1 counter on it for each angel you already control. Tehát ha kijátszik egy angyalt, az annyi 1x1-es counterrel jön le, ahány másik angyal van, és tud adni még manát is. Hát nem a legjobb kéz, viszont azért van rá 2 leszedés is. Megnézzük. Az ellenfelünk kezd. Terramorphic Expanse, jön egy teppelt fehér föld. És akkor most megnézzük, hogy mit húzunk. Mert... hát, ja, nem rakok kumanót, mert a sokkal le kell majd lőni a Giadát. Úgyhogy... igen, lejön. És akkor a kör végén így, né? Pontosan, le is lőjük a Giadát, Luxure, Giada's Gift, hát igen, ugye flavor megvan a deckben. Hát lejön a Ramuna Ruins, és megint egy 2 manája lesz, azzal még nem tud valami nagyot, úgyhogy letesszük a Kumano, Faces Kakkan, Zant. Icon of Ancestry, gondolom angyalt választ, és akkor ugye az angyalok +1/+1. Na, és hogyha most jön ugye lény, az egy +1/1-es counterrel jön le, úgyhogy a Gruul Spellbreaker-t le is teszem. 5x5, 3-5x5, nem olyan rossz, és ugye az én körömbe hexproofos. Na, Inspiring Overseer. Na, és akkor megjött a lényünk, hát nincs újabb mana, viszont megnézzük, hogy mit tudunk tenni. Hát megyünk mind a kettővel támadni, veszteni valunk nincsen. Jó, nem blokkol. Neki is úgy látom, hogy mana hiány, most fog lejönni a Giada, és akkor őt kell majd ugye lelőni. Ez a 3 sebzés az nem okoz gondot. Így van, tehát hogy a Giadát megint leszedjük. Az jó, mert ezzel be is dobta. Nincs fent a főnök, akkor ugye nem sokat ér az angyal deck. Hát nem mondom, hogy működött az agró, de hoztuk az első meccset. Következő ellenfelünk Teysa Karlov. Ugye ő a 4 manás vámpír. Nem is vámpír, lehet, hogy ő csak human. Gaz? Igen, ő csak human. Ugye a creature tokeneknek ad vigilance-t és lifelinket, és a die triggereket duplázza. Hát az ellenfelünk kezd, és iszonyatosan rossz a kezünk, úgyhogy maligen. Nem sokkal jobb, de azért megnézzük. Így, hogy az ellenfél kezd, ugye van esély arra, hogy húzunk földet, ami ugye meg is jött. Na, hát megyünk támadni. Megnézzük.
Látszik valószínűleg sok kis lénnyel, tehát itt az az esélyünk, hogy le tudunk majd tenni egy-két nagyobb lényt. Ami így ugye Burning Tree Emissary mellett a Gallia még le tud majd jönni. Viszont a fehér miatt lehetnek ugye tömegírtások. Sajnos. Tehát ez egy Wrath of God vagy... bármilyen más tömegírtás nem fog annyira jól esni. Doomscar például. Na. Van egy leszedése, úgy látszik. Ha és le is szedi a Galliát, semmi gond. Visszatesszük a Command Zone-ba, és akkor jöhet az Anax. Mi pedig ütögetünk. És ha Anaxot leszedi, akkor is kapok lényt. Csak nyilván megint mana kéne majd, hogy tudjon jönni a Gallia. Na, jött a Thaisa Karlov. Amivel ugye így nem gond, mert ha az Anax pont le tudja őt ütni, nagyon jó. És ugye semmi más nem tudunk rakni, de legalább tudunk menni hármat ütni. Ennyi így az esély. Na és akkor most jön valami tömegírtás. Nem, Cavalier of Dawn. Na, hát ez három lényt ad nekünk. Ez nem olyan rossz. Az viszont annál rosszabb, hogy még mindig nincsen föld. Pontot tudunk így tenni. Exerteljük, és akkor megyünk minden, és akkor meg is van, ha jól számolom. Így van, ugye ő nem fog tudni blokkolni, és így akkor nyertünk is. Nem kellett a negyedik föld végül, sikerült így is nyerni, de azért ez a szerencsém múlott csak, hogy ilyen jól kijött. Neki már ott volt egy nagy lénye, amivel nem sok mindent tudtunk volna kezdeni, de nem baj, megyünk is tovább, működött az agró. Következő ellenfelünk Teferi. Hero of Dominaria. Hát ez valószínűleg egy full control, úgyhogy ehhez nagyon rossz kéz. Természetesen az ellenfelünk kezd, úgyhogy jön egyből egy maligem, amint eldönti az ellenfelünk, hogy mit szeretne csinálni. Na maligem. Valamivel jobb, úgyhogy ezt megtartjuk. Ugye a Lair of the High-ra, tehát a mellendek azok igen jók a kontrollok ellen. Azt szoktam észrevenni. Hát akkor jött egy piros Gallia. És már van is rá egy kanterje, úgy látszik. Hát miért ne lenne? Nem baj. Élvezetes mérkőzés. Nyilván ilyenkor ugye nem én kezdek, hogy legyen esély. Hát persze, hogy a kézbe vesszük. Jó. Itt igazából most ugye az a kérdés, hogy letesszük a Domrit. Főleg azért, mert ez kanterelhetetlenné teszi a lényeket. Ami egész jó egy kontroll ellen. Úgyhogy megnézzük, hogy erre mit lép. Bár nagy valószínűség, hogy van tömegírtása is a fehér miatt. Vagy éppen leteszi a Teferit. Nem csinált semmit. Na hát akkor nézzük meg ezt a... ezt a Galliát. Jó. Ugye megkapta a Pelt Collector a pluszt. És megnézzük, mit csinál a támadásra. Ha elkölti a manáját, akkor mindig van Anaxra esély, de semmit, úgy látszik. Jó. Akkor end turnölünk. Használja csak a Midnight Clock-ra manáit. Majd ugye következő körbe is rakunk valamit. De most már csak lerakja a Teferit.
Hát nem egy Vanquish the Horde. Mi egyértelmű, hogy jött egy tömegírtás. Nem baj, Command Zone. Viszont így ugye nem maradt manája. Hát és hogyha nem maradt manája, akkor leteszünk egy zöld földet. És le tudjuk tenni a Galliát. És le tudjuk tenni a Rubber of the Rich-et is. Igaz, most ugye nem fogunk tudni vele lapot lopni, de tudtunk ütni egy hatost. Most nézzük, van-e megoldása ezekre. Persze, hogy van, tehát egy második tömegírtás is, eddig kettő volt kézbe. Nem baj. Ugye megint ki tudjuk tenni majd a Galliát. Ha ez most nem kell, tegyük le pirosként, és akkor adjunk egy, hát nem tudom, zöld manát. Ó, ó, oké, resolve. Viszont így, így akkor inkább leteszek két lényt, mint a Galliát. És átadom a kört, megnézzük, hogy most van-e ezekre megoldása. Ugye ez tud kapni 2-2-t, meg Destroy Target Artifactor Enchantment. Tehát, hogyha elkölti a manáját, és nincsen éppen hatja. Aha, nagyon jó, hát... Ja, ez 3 mana, akkor nem használjuk majd az én körömbe. Na nézzük, mit vett kézbe. 3 manából egy földet, és húz-e valami megoldást, hogy van-e valami tömegírtása. Mind a két lényt meg kéne oldania, de nem úgy, hogy sikerült. Na, végre kijött valami itt az agróval. Nem mi kezdtünk, de így is sikerült a kontrollt annyira megfogni, hogy a két tömegírtás után is jól döntöttem a két lény lerakásával, mint hogy a Galliát raktam volna le. Ezt már nem bírta megoldani, sőt, hogyha megoldja, ugye akkor is 4 kis szatír jön le, és azok is ütöttek volna 8-at, és ugye onnan már a Bonkras Giant be tudja lőni azt a 2-t. Úgyhogy haladunk tovább, nézzük a következőt. Következő ellenfelünk Balmor, Battle Mage Captain. Nem meglepő módon ismételten az ellenfelünk kezd, viszont nagyon rossz is a kezünk, úgyhogy maligen, ez valamennyivel jobb, úgyhogy megtartjuk. Na hát, le is tesszük a Carplusen Forestet, hogy legyen egy Lightning Boltunk, hogyha bármi jönne az ellenféltől. Például lerakja a Balmort, akkor igazán jó lesz lelőni. De a Doratot is, úgyhogy szívesen szedem le. Majd a Balmorra is lesz ugye lövésünk. Aha, Fireblade Charger, hát leteszem az Oasist, és igen, sérüljünk 2-t. A 2 színes mana miatt, és mi ugye megyünk támadni. Aztán nézzük, hogy milyen van az ellenfélnek? Hát neki is van egy Lightning Boltja a commanderünkre. Igazán jó húzás. Mischievous Chimera. Jó, hát... az a baj, hogy... annyi leszedésünk nekünk sincs. Na, hát nézzük, hogy... erre mit lép. Megyünk 3-3-mal. Igen, sokkal többet tud visszaütni. Viszont ha fennmarad, akkor a következő körben ugye tud fájtolni, meg le is tudunk lőni valamit a piros manájából. Ja nem, mert akkor ő nem tud manát adni. Ez kicsit gond. Ugye kellene az a piros mana. Nagyon szépen köszönöm. Na megnézzük. 3/3. Akkor mi lenne, hogyha fájtolnánk egyet? Vissza fogja venni ugye a Command Zone-ba, és mehetünk ütni. És akkor ütünk egy
4-est és a Score the Critics, így ugye egyért még le tudja lőni a kimérát. Sérülünk rá egyet, semmi probléma. Leszedtük mind a két lényét egy kör alatt. És ugye a Domri innentől rampol is, idézőjelesen. Aha, Professional Phase Breaker. Na, hát le kell tennünk az Arnit. Főleg azért, mert így elég sokat tudunk ütni. Na jó, hát tegyük lég le a Fireblade Charger-t. Főleg azért, mert ugye ez itt van instantba, és ugye target creature gets +3/+3. Until end of turn. Ami azért nem olyan rossz. Vagy van counterje? De ugye nem tudja megcounterelni. Úgyhogy kénytelen leengedni a Charger-t. Gondolkodik. Egy kék manával. Na. Nagyon jó. Hát resolve. Ugye nem tudja megkanterelni, úgyhogy ennek kifejezetten örültünk. És adok a Chargernek is. Így. Nagyon jó. Na gyerünk. És akkor be fogja blokkolni a Chargert, vagy blokkol egyáltalán valamit? Vagy beengedi azt a tizet? Beengedi a tizet. Úgyhogy engedjük, hogy leüsse a Domrit. Sok minden függ attól, hogy mit húz, de azért 6 HP-val nem életbiztosítás a következő köre. És nem is tudta volna megoldani, úgyhogy az agro itt is sikeresen kijött. Nem mi kezdtünk, de megint sikerült legyorsulni az ellenfelet. Következő ellenfelünk Mishra, Claimed by Gix. Pár hete láthattátok a decket. És végre sikerül kezdeni egy iszonyat rossz kézzel, úgyhogy egyből maligen. Ez se sokkal jobb, de nem olyan rossz. Úgyhogy kezdünk egy Hydrával, majd jön egy Pelt Collector. Ugye a Pelt Collector azért jó, mert ugye, hogyha egy lényem lejön a battlefieldre, vagy meghal, és hogyha annak a powerje nagyobb, mint a Pelt Collector powerje, akkor kap egy 1/1-es countert, és ugye, hogyha van rajta minimum 3, akkor trampölje van. Hát nem rossz, azt kell mondanom. És akkor adunk is neki egyet. Letesszük a Galliát, és mehetünk ütni egy 4-est. Ugye a fekete-piros, ott vannak lövések, vannak leszedések. De úgy látszik, nem nagyon jön neki. Úgyhogy Prosperous Innkeeper, és letesszük a Tenacious Papot. Következő körben jó lesz a Seasoned Pyromancerre. És akkor megyünk ütni megint egy 4-est. Sajnos ugye most nem volt olyan jó, nem jött olyan lény, amivel a Pelt Collector tudnánk hízlalni. Na, a Black Market Connection, hát ez a lehető legjobb lap, azt kell mondanom. Ellenünk. A Seasoned Pyromancer. Így van. Season Pyromancer és a Kumano Faces Kakkazant el fogom dobni. Ez így ugye rem... Ja nem! Nem up to, hanem egyből. Hát nyilván elég rosszul húztunk a két földdel, de legalább tudunk menni ütni egy 7-est. És az Oddity az nagyon jó lesz a következő körre. Na nézzük, van-e valami tömegírtása az ellenfélnek. Vagy be fogja dobni, mert akkor ugye az agro az most megint. Hát bevállalt 3 HP sebződést, úgyhogy lehet, hogy van valamije. 5 mana. Burn down the house. Szép. Leszette az asztalt. Előfordul az ilyen. De nem baj. Mert ugye nem is ezt, hanem most kell ezt lerakni, mert így is le tudjuk tenni ugye a
az Oddityt, ami azért üt egy 4-est, és innentől azért a 3 HP, úgyhogy most fixen sérül egyet, megölte magát. Akartam mondani, hogy nem életbiztosítás a 2 HP, mert ugye tud jönni a Gallia vagy bármi, de ezt meg se kellett várni, úgyhogy kezdtünk és az agró nagyon jól működött. Még egyet megnézünk mára. Mai utolsó ellenfelünk Golos, Tireless Pilgrim. Őt ugye ismerjük, az 5 manás kontroll lény, úgyhogy az ellenfél kezd, várható, ugye? Nem túl sokat sikerült kezdeni ezzel a deckkel. Viszont ez egy... Hát azt kell mondanom, hogy viszonylag jó kéz. Ugye tudunk kezdeni egy Fervent Championnel, és igazából csak egy manás lap van a kézbe. Úgyhogy megtartjuk. És megnézzük, hogy az ellenfél mennyire lesz gyors. Na hát, sikerült jobbat húzni, mint a Fervent Champion, úgyhogy letesszük a Monastery Swift-t. Na, teppelt földek. Akkor én... Hát nézzük, hogy... Erre mit lép. Azért ez így nem rossz. Fervent Championnek ugye a... Trample Vigilance First Strike Haste. Már csak egy death touch kéne neki. 2 mana. Jött egy föld. Aha. Nézzük meg a bomatot. Van-e counter? Nincsen. Akkor gondolom a Galliára tartogatja. Oké. Semmi gond. Ugye a bomat alá megy a Fervent Champion. És eldobunk valamit, és húzunk helyette 2-t, tökéletes. Bár a föld az már teppelve fog jönni, de a Reckless Stormseeker az nem olyan rossz. Le fog jönni a Golos, gondolom. Nem, Time Warp, és akkor utána a Golos. Érdekes módon ellene mindenki behúzza a Time Warpot. Na, hát... Innentől akkor meg kell nézni, hogy... Hogy mi jön. Ez egy sorcery, úgyhogy csak azután fog... Azután lesz hatásos, hogy... Ugye blokkolt. Meg egyáltalán marad-e valami kézbe. Jó. Húztunk 2 földet. Viszont így... Aha. Le tudjuk szedni a Golos, Destroy Target Artifact. Még a blokkolás előtt ez így jó. Igaz, keresett egy földet, tehát a következő körben megint le fog tudni jönni Golos, de legalább most be tudtunk ütni, és az a 7 az már nem tűnik annyira rossznak, ugye itt van ez a 2 damage to any target. Hát, de jött a tömegírtás, hát miért ne jött volna a tömegírtás? Nem baj, a 7 az még mindig nem tűnik olyan soknak. Hát letesszük a Galliát. Na, azt hittem egyből van rá valami kis kanterje, de gondolom leszedése lesz. Nem, 5, akkor letesszünk egy Falkenrad Pitfighter-t. És akkor ugye volt Time Warpja, volt tömegírtása. Omnat. Draw a card, és hát sajnos ugye a landforra tud gyógyulni 4-et, de előbb tette le a földet, ha jól emlékszem. Aha. Próbáljuk ki a Pillar of Flame-et. Van-e rá bármije? Van rá egy negate-je. Oké, akkor ezt hagyjuk rizolválni. Nincsen manája. Úgyhogy megyünk támadni, megnézzük, hogy kit blokkol be. És akkor mondunk neki egy good game-et, és fejbe lövünk 3-at. Úgyhogy mára akkor ennyi. Ugye a piros deckek ellen ne próbálj meg alacsony HP-ba játszadozni. Szerencsére
azt tudom mondani, hogy meglett ez a meccs. Kezdett elúszni, de most igazán jól húztam. Úgyhogy, mint látjátok, az agro az megy és üti az ellenfél arcát. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a részt. Ha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot. Ha pedig tetszik, amit csinálok, akkor támogassatok annyival, hogy iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtjétek, minden pénteken commanderezünk a Magic Arénán. Sziasztok!